Hadd olvassak fel nektek egy rövid idézetet, jó? Figyeljetek! Ez Darwintól származik, a fajok eredete című könyvéből. Ha be lehetne bizonyítani, hogy van olyan bonyolult szerv, amely nem képződhetett számos egymásra következő csekély módosulás révén, akkor az én elméletem teljesen megdőlne. Darwin ezt mondta, és ma a molekuláris biológusoknak egy része azt mondja, hogy éppen ilyen dolgokat találtunk a sejtben, amik nem képződhettek számos egymásra következő csekély módosulás révén, és ezért Darwinnak az elmélete érvénytelenné válik. Egy hasonlat még ennek a példának az érzékeltetésére. Képzeljétek el egy egérfogót. Az egérfogó egy nagyon egyszerű szerkezet, aminek van egy lapja. Mindenki el tudod képzelni egy egérfogót? Milyen alkatrészeket látok magatok előtt? Van egy falak, mi van még? Zsákó. Van egy rugó, van egy sajt, van egy ugye, kerete, amivel csapódik, van a rugó. Van egy pöcök, amivel ki van támasztva. Igen, szóval mondjuk azt, hogy van öt alapvető alkatrésze az egérfogónak. Amikor mind az öt alkatrész jelen van, akkor lehet vele egeret fogni. Hogyha valamelyik hiányzik ezek közül, akkor mi történik? Nem működik. Nem működik, így van. Ugyanez igaz. Tessék? Kárt az egész. Ha igen, hát nyilván arra az a funkció, hogy nem tud az egeret. Hát de hogyha mit csak, jó? A sajt az magához, a mechanikus működéshez nem kell, az csak azért van, hogy közel hívja az egeret. De a lényeg az, hogy ha valami hiányzik az egérfogóból, akkor nem lehet vele egeret fogni. Valami alkatrész hiányzik. És ugyanez igaz a baktérium postorára, molekuláris motorjára. Ha valami hiányzik belőle, nem jó semmire. De ha nem jó semmire, akkor miért maradt volna fent a természetben évmilliókon keresztül? Ja, teljesen ellentétes elképzelése. Jó. Szóval lassan a végéhez érünk, kicsit összegzésképpen szeretném felvetni nektek ezt a kérdést, ezt a dilemmát, amit érdemes gondolkozni, hogy most láttátok, hogy amikor ti magatok egy papírdobozt akartok készíteni, akkor mi kellett hozzá? Papír, ragasztó, olló, mi más még? Szerza, mi más még? Tervrajz. Nagyon jó. Kellett valami alapel, legalább a fejedbe kell lenni egy tervrajznak, hogy mit akarsz csinálni. És mi kellett még ahhoz, hogy a doboz létrejön? Hogy? Algoritmus, jó, az már egy kicsit bonyolultabb, igen, egy folyamat, aminek végül létre. És még mi kellett a dobozhoz? Aki megcsinálja, na ez a pedig találatos, az olyan jó válasz, hogy csak azoknak az újságot jutalma, jó? Aki megcsinálja, ez mit jelent? Majd az óra végén néz meg, nem is kétszeres. Ez azt jelenti, hogy kell egy értelem, ami azt a rendezett és szervezett dolgot létrehozza. Értitek? Tehát van egy ilyen megközelítés napjainkban is, hogy az élővilágnak a létrejöttéhez, a fajok eredetéhez nem elegendőek az idő, a kémia törvények, a fizika törvények, a mutációk és a szelekció, hanem kell valaki, kell egy magasabb rendű értelem, ami a fajokat kitalálta, mint egy a tervrajzukat létrehozta, és aztán megalkotta őket. Szóval ez a tervezettség és a teremtettség gondolata mind a mai napig egy élő opció, egy élő lehetőség. Nálunknak is mondok egy példát. Valamelyik órán ti főztetek, ugye? Igen. Mi kell ahhoz, hogy egy étel elkészüljön? Hozzáadok. Nagyon jó. Tűzhely. Aztán. Amivel csinálod. Víz. A fűszerek. És aki csinálja. Ugye? Szóval azt sem tudunk elképzelni, hogy a vacsora csak úgy magától összeállasztani. Szóval jó lenne, de nem ez a helyzet. Hogy? Te láttam, hogy a piac létre hát, de biztos, hogy van valami gép akkor, ami megcsinálja a hangot. És a gépeket csinálták emberek. Szóval az értelem ott is ott van. Erre akarom felhívni a figyelmeteket, amikor nagyon komplex, nagyon bonyolult dolgokat látunk magunk körül, akkor mindig azt látjuk, hogy azokat a dolgokat emberek hozták létre. Hogyha egy ruhát látunk,
ha egy laptopot látunk, ha egy hidat látunk, ha egy épületet látunk, ha könyveket látunk, ha értelmes szöveget látunk, mindig tudjuk, hogy emögött egy intelligencia van, egy magasabb rendű értelem van. És ugyanígy lehetséges az is, hogy az élet létrejöttje, a fajok létrejöttje mögött is egy magasabb intelligencia van. A fajok nem egymásból jöttek létre, hanem egy magasabb rendű értelem hozta létre őket abban a formájukban, ahogy ma ismerjük őket. Na, egy utolsó kérdésem lenne hozzátok. Beszéltük arról, hogy ez egy nyitott kérdés. És szabadon lehet gondolkozni róla. Azt szeretném, hogyha az óra végén most szavaznánk egyet. A kérdésem így szól, elhelyezés eredményeként jelente meg az élet a Földön. Köszönöm szépen!